Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, július 30-án. A mai napon a hold és a nap egy harmonikus kapcsolatban áll. Ez megnyugtatóan hat ránk, hat a mai napra. A férfiak bizakodnak valamiben. Bíznak abban, hogy ők azt elérik, amit elérni szeretnének. Maradjunk még a férfiaknál. Ők érzik a mély érzéseket, és a mai napon romantikusak. Ami a családi kapcsolatokat illeti, az anya és a fia között lesz egy jobbulás. A mai napon, de a következő napokban is lesznek beszélgetések, mozognak az események, lesznek új hírek. Ami pedig az igazságot és az igazságtalanságokat jelenti, itt hat a mai napra egy Merkur-Jupiter opozíción. Ők szemben állnak. Ez tükröz számunkra valamit. És bele kell, hogy ebbe a tükörbe nézzünk. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami igazságtalan, miben bízhatunk. De itt tanulunk valamit. Mégpedig azt, hogy van az isteni igazság. Mind azt, amit mi kisugárzunk, amit mi teszünk, az visszahat ránk. A mai napon hat egy királyi csillag, Antares. Antares, ez a királyi csillag hasonló, mint Mars bolygó, Ares. Innen van a név is, Ares, Antares. Hasonló a hatás, mint Mars bolygónál. Mars bolygó vagy Ares, az úgy sietteti az eseményeket. Antares, az úgy másképp kezeli. Ő megbízik a belső erőben, figyeli az eseményeket, és csak azután hoz döntéseket, vagy tesz lépéseket. Nagyon elgondolkodó. Ez kihat ránk, tehát legyünk okosak, gondoljuk át az eseményeket, és később hozzuk meg ezeket a döntéseket. Bízunk abban, hogy jól alakulnak a dolgok, akkor is, ha nem sietünk el valamit. És ez volt a napi felvételem, Mizós, július 30-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!